És most tekintsenek meg egy összefoglalót, amelyet a Szimacsarnokban készített stábunk a Fitness Napon. A mozgás határtalan öröme és szeretete szinte teljesen betöltötte a Szima rendezvény és kongresszusi központ mind a 13 ezer négyzetméterét a 10. Decathlon Fit arénán. A több mint 200 fellépő, 20 színpadon, 100 különböző stílusú fitness órán mozgatta meg az év legfittebb napjára érkező rekordszámú 5800 résztvevőt. A napot egy meglepetés páros nyitotta. Pulai Szilvi és Szívós Zoltán a közösségi oldalak szavazatai alapján ébresztették az érkezőkben a fitness szellemet. Ez egy nagy ajándék, hogy mi ébreszthetjük úgy, ahogy meg is tettük, szóval és tettel is, hogy mi ébreszthetünk ennyi embert. Úgyhogy fantasztikus érzés. Ennyi ember előtt már léptetek fel? Nem, ilyen sok ember előtt még nem. Ilyen sok kéz még nem lendült egyszerre a magasba. De hogy érezted magad a színpadon? Szerencsére minden izgalmam elmúlt. Inkább itt voltak bajaim, amikor még nem dolgozhattam, de gyakorlatilag ez a mozgás, a sport az otthonom, szóval ott már nyugodt voltam. A nagy színpad óraközi szüneteiben sem volt megállás. Ugráló kötél, flashmob, tánc és rúgtánc produkciókat nézve lehetett egyet szusszanni két előadó között. Mi a kihívás abban, hogyha egy ilyen nagyon nagy színpadon kell órát tartani? Kihívása, hogy show legyen, tehát igazából itt a tartalom úgymond kevésbé számít, inkább az, hogy hogyan csomagolja az ember, és hogy ez átmenjen, és hogy a lelkesedést át lehessen ragasztani, mert mi nagyon lelkesek voltunk, bár néha tényleg alig kaptunk levegőt, de hát remélem sikerült átragasztani. Én azt mondom, hogy előbb építsünk tartalmat, aztán persze jöhet a forma, tehát itt volt nagyon sok olyan gyakorlat, amit azért eléggé alaposan elő kell készíteni, és az edzéseimben is gyakorlatilag műhely munka folyik, hogy amikor kijövünk egy ilyen rendezvényre, akkor már tényleg azt csináljuk, hogy egy ilyen sztár esemény legyen ebből az egészből. Megtelt a nagy terem a szülési szabadságáról visszatérő Béres Alexandra óráján is. A szívem mindig itt van, tavaly nagyon hiányzott is, hogy nem állhattam színpadon, de még olyan picike volt a babám, hogy nem tudtam mellől eljönni. Most viszont annyira vártam, hogy végre itt lehessek, és őszintén megmondom, hogy a szülés után, most már a másodiknál is ugyanúgy éreztem, hogy annyira feltölt a mozgás, és olyan energiával, olyan energiákat ad nekem, hogy ez semmi máshoz nem fogható. Tehát talán ilyenkor érzem magam a legfelszabadultabbnak, igazán nagyon feltöltöttek az emberek. Olyan sok mosolyt kaptam, olyan jó volt. Shifter Tíma először a Rexona Dance teremben melegítette be a kengúcipősöket, majd csapatával a nagy színpadon egy Halloween bulit csapott. Igazából most hétvégén van Minden Szentek, ezért úgy találtuk ki, hogy akkor most csinálunk egy országos nagy Halloween bulit. Hát borzongató volt, nagyon-nagyon jó érzés, és tényleg a mai nap is azt mondom, hogy ez a ország legnagyobb fitness rendezvény, és nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy itt léphetek fel, most már 10. alkalommal is. Péntek Enikő is 2 órát tartott. Zónáját először a nagy teremre vetítette ki méghozzá maximálisan. Ilyen sokan még soha nem voltak szerintem, akármerre néztem, mindenhol zónázókat láttam. Nagyon-nagyon sok új ember is volt nyilván, akinek kimondottan örülök, és azért az olyan gyakorlatonál, a tapsolósnál, hát az valami lenyűgöző volt azt látni, azt a nagy tömeget. Nagyon jó éreztem magam, nagyon jó csapattal mentem fel, Kau pedig olyan zenét adott nekünk, hogy az nem volt semmi. Ez a harmadik éve, hogy eljöttünk a Fit Arénára, igazából a kengó volt az első, amit kipróbáltunk, mert még nem volt alkalmam ezt kipróbálni. Tatarak Rezsőn voltunk Rubin Trékán, őket nagyon szeretjük, úgyhogy igazából ez miatt jöttünk. A legújabb trendeknek megfelelő órák mellett több mint 4000 négyzetméteren a Fitness Park és Életmód Expo több mint 500 kiállítójával várt az odalátogatókat, ahol nem csak az egészséges élelmiszerekbe lehetett belekóstolni, hanem ki is lehetett próbálni a legújabb fitness irányzatok óráit, eszközeit a legjobb hazai prezenterek segítségével. A tematikus termekben táncstílusok, küzdősportok, különböző eszközös és saját testsúlyos mozgástrendek váltogatták egymást. A Bedian Mindteremen Spinal Dance óra volt, ami tulajdonképpen egy gerinctraining óra, csak egy kicsit táncosan újra gondolva. Tehát úgy néz ki kívülről, mintha táncolnánk, de még bizony a táncos fiú is azt mondta, amikor begyakoroltuk az órát, hogy ezt nem gondolt, hogy ennyire kemény. Tehát nagyon jó a gerincünknek, nagyon jó az izmainknak, csak ilyen esztétikus külsőt kapott. Ez az óra pedig a dinamikus jóga, ez egy olyan fajta jóga gyakorlás, amikor a gyakorlatokat összefűzzük. Tehát folyamatosan áramlunk. Vannak kitartások is rövidebbek, de alapvetően folyamatosan áramlunk egyik gyakorlatból a másikból.
így aztán nagyon izzasztó a tréning. Itt is nagyon sok erőelem van, flexibilitást fokozó gyakorlatok, az egész nagyon kreatív és színes. Első alkalommal próbáltam ki, mindig is kacsingattam már ezzel az eszközzel, egyrészt azért, mert magam is edző vagyok, másrészt most visszatérő vagyok, mert két gyerekes anyuka vagyok jelenleg, és két gyerek utána egy nőnek mindig szüksége van arra, hogy egyrészt magának is bebizonyítsa, hogy igen, én még képes vagyok dolgokra, hogy igenis én még tudok jól kinézni, és szerintem ez a rúd, illetve ezzel kapcsolatos mozgásforma ezt erősíti egy nőben. Amúgy mindenevő vagyok, bármilyen újdonságra, újításra éhes vagyok, vevő vagyok, ezért is szeretem látogatni a Fit Arénát, mint szakmai fórumot. Hányadszor vagy itt a Fit Arénán? Hát szerintem vagy 8.-9. alkalommal. Én ma is hip-hop táncolok. Először szinkronkorcsolyáztam, és mivel anya elkezdett járni, de így kerültem én is ide. Együtt szoktunk csapatilag menni az órákra. Most a legutolsóra Tatarek Rezsőn voltunk, ami nagyon jó volt. Nagyon színvonalas órát tartott. Ha azt érzem, hogy a sima edzést adok, akkor már nem szabad fölmenni. Ez mindig egy kihívás, ez mindig egy tisztelet. Ha ennyi ember jön, hogy nem tudok kimenni a csarnokba, akkor azokat meg kell tisztelni azzal, hogy egy produkciót hozok. Sokáig nem volt ötletem, és kint voltam edzőtáborba Ázsiába. És egy ilyen éjszakai szórakozó helyre a tengerparton 1500 ember állt a 30 fokos tengerben, és táncoltak úgy, hogy ment egy diszkó, és egy dobos dobolt élőbe. Azonnal megkerestem az Endit, régen velem edzett, és nagyon jó viszonyban vagyunk, és azt mondta, figyelj Rezsi, ez egy komoly kihívás, ha te ezt nagyon szeretnéd, akkor összehozzuk. Két napra szállt a repülője Amerikából. Átállás, minden is itt volt a próbán, és centire, milliméterre, ott kapcsolódban kell. Úristen, de jól éreztem magam. Mi vonzott ma benneteket ide? Két edzőnk is fellépett itt ma, ugye a Csóra Reni, meg a párom, a Bogó Zoli. Hát ugye szeretünk sportolni, úgyhogy kíváncsiuk voltunk. Én még nem voltam személy szerint ilyenen, úgyhogy ennek is el kellett, hogy jöjjön az ideje. Nekem a második én tavasszal voltam igazából, és ott ismertük meg a Kamibót, és annak kapcsán vagyunk most újra itt. Csóra Renéket néztük a Hot Ironra, illetve hát a Tatarek Rezsővel egy alap, meg hát Attila, Katus Attila. Majdnem felsoroltál mindenkit, hány órára álltatok be? Értünk, jöttünk. Hát én mindegyik órát szeretem, az a lényeg, hogy megizzadjak. Abban volt a különlegesség a mai napnak, hogy oktatókat kerítettem magam mögé, akik általam igen tisztelt oktatók, bevallom őszintén, hogy jobban izgultam, mint egyébként szoktam, mert most ott voltak mellettem a szakemberek fönn a színpadon, és ilyenkor egy lépés sem lehet elhibázni. Szóval nagyon izgultam, és másik oldalon meg ott volt a közönség, kibírták azt, hogy délelőtt is tornáztak, délbe is tornáztak, kora délután is tornáztak, és még mindig ott voltak, és nem fogytak el. Úgyhogy ez számomra megtiszteltetés, hogy kitartottak és megvárták a tornámat. És ez olyan dolog, hogy egy ünnepet nem jó elrontani bármivel, és ez egy ünnepnap, úgyhogy nagyon élveztem a mai napot. Michael de la Cruz a Fit Arena nemzetközi prezentereként először a Fitness Parkban tartott két nagy sikerű órát, majd a nagy színpadon a saját fejlesztésű, a tánc és a tájbó elemeit ötvöző Kamibó órájába avatta be a közönséget. Végül pedig Varró Gyula táncos órája búcsúztatta az év legfittebb napját. Négyen voltatok, akik minden egyes Fit Arénán itt voltatok, és minden egyes Fit Arénán, ráadásul nagy színpadon tartottatok órát. Kaptam egy ilyen nagyon szép kis emléket, amit őrizni fogok otthon Pecsesen. Kis teremben is tartottál ma órát. Milyen volt a mai nap? Igazából a step performance órám az egy kicsit családiasabb környezetben zajlott, ugye 80 steppat fér be abba a terembe. A nagy színpados órák pedig mindig egy leírhatatlan élményt jelentenek számomra. Igazából ezt várom, mert ez egy hatalmas élmény együtt mozdulni a részvevőkkel, együtt dobogni szinte. Köszönöm, hogy velünk tartottak, egy hét múlva Takács Tiborra ismét várjuk Önöket viszontlátásra.